Jó estét kívánok! Heti hír összefoglalónkat látják az elmúlt hét nap kerületi eseményeivel. Már csak a nyitásra várnak. Már állnak az új pavilonok a főtéren. 50 éve a központban. Fél évszázados lett az új palotai vásárcsarnok. Koncert, ünnepség és rengeteg kitüntetett. Idén is díjazták az év pedagógusait. Nyugdíjas művészeti találkozó. Egy percig sem unatkoznak a kerületi idősek. Már állnak az új palotai főtéren az új pavilonok. Ezzel a teljes újjászületésen áteső park utolsó elemei is a helyükre kerültek. Hosszú hónapokig az új palotai főtérnek hol ezt, hol azt a felét zárták el a járókelők elől, ám jó okkal. Ahogy mondani szokás, padlótól plafonig, faltól falig megújult a kerületrész központi parkja. Szerda délután helyükre kerültek az új pavilonok is, és ezzel tulajdonképpen meg is született az új főtér. Amikor szűk egy évvel ezelőtt a képviselőtestület döntött a főtér felújításáról, komplex felújításáról, úgy határoztunk, hogy ideje egy valóban 21. századi fejlesztésbe fognunk. Annak érdekében, hogy az itt élők és az erre járók számára egyaránt minden elemében újszerű, minőségi és szemedgyönyör köttető környezetet teremtsünk. Egy olyan új parkot álmodtunk meg ide a főtérre, ahol szívesen találkoznak és biztonságban sétálhatnak, pihenhettek a kerületben élők vagy az ide látogatók. Ennek érdekében újonnan burkolt felületeket alakítottunk ki, és elbontásra kerültek a régi, minden szempontból elavult árusítóhelyek. A Nyírpalota úti árusító terület megújulásának részeként egyedi gyártású, egységes arculatú modern árusító pavilonok épültek, három vendéglátó egység kialakításával kényelmes, kiülős fogyasztásra is alkalmas lehetőség nyílik. A beruházás 2024. január 15-én kezdődött a munkaterület lekerítése után a régi üzletek bontásával. Ezt követte az alapok, a régi beton virágtartók és térburkolat bontása, valamint a belógó faágak eltávolítása. A vonzó közterület megteremtése érdekében a busz megállóig a terület a régi térburkolat helyett új díszburkolatot kapott, és igen, vettük észre mi is, hogy egy picit még majd a busz megálló rendezni kell, erre felkérjük majd a fővárost, hiszen az ő tulajdona a busz megálló, hogy egységes arculatot kapjon a busz megálló és a tér is előttünk. A megnövelt zöld felületnek, a virágágyásoknak, növényágyásoknak köszönhetően a környezet rendezetté, nyitottá, tágassá, a gyalogos útvonalak pedig kényelmesebbé váltak. A kivitelezés befejezését követően megtörténik majd a parkban a letaposott zöld felületek helyreállítása is. Az üzletekben, itt a pavilonokban alkoholtartalmú italokat nem forgalmazhatnak, ezzel a közterület használat kulturáltabbá válik, és mindannyiunk megelégedésére végre magunk mögött tudhatjuk és hagyhatjuk a rendezetlen és méltatlan állapotokat, és a köztéri alkoholfogyasztás okozta bosszúságokat és bosszantó kellemetlenségeket. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy gyönyörűen megszépült és barátságossá vált ez a főtér, és ez magáért beszél. Azt kérem, hogy becsüljük meg, és vigyázzunk rá mindannyian, hogy sokáig örülhessünk neki. A munkálatokból már csak apróságok vannak hátra, ami érdemben nem befolyásolja a parkon áthaladó vagy épp egyenesen oda készülők életét. A fű hamarosan kinő, ha pedig a főváros is rendezi a tulajdonát képező autóbusz megállóhelyet, akkor elmondhatjuk majd, Szegélytől Szegélyig új városközpont született. Ötven éves lett az új palotai vásárcsarnok, a kerületrész mind méretében, mind forgalmában legjelentősebb piaca. Június első hétvégéjén két napos fesztivállal ünnepelte az ember életben is szép évfordulót. Amikor 1974-ben az újpalotai lakótelep első toronyházainak árnyékában megnyitotta kapuit Budapest, sőt az ország akkori legnagyobb vásárcsarnoka, még nem volt több egy nagy, több ezer embert kiszolgáló piacnál. Ikonikus helyszínné az azóta eltelt 5 évtized alatt vált. Fél évszázados születésnapját június első hétvégén ünnepelte, és igyekezett is megszolgálni ezt az 5 évtizedet, ami alatt bizony híre is ment szerte a fővárosban, de még vidéken is. Most beszélgettem az egyik barátnőmmel, és nagyon kedves történetet mondott. Ment le Balatonra a nyaralójába, és találkozott egy balatonboglári hölgyel, aki elmesélte,
hogy azért jön ide a piacra minden alkalommal, amikor Budapestre jön, mert ennek a vásárcsarnoknak lelke van. És hogy ezt a lelket, ezt annyira szereti, és az árusokat, és az itt kapható termékeket, hogy ő nem hagyja ki azt, hogyha Budapestre jön, akkor eljön. Én azt gondolom, hogy ez a történet mindent elmesél arról, hogy mit is jelenthet az embereknek ez a vásárcsarnok. Nyilván régen is, és most is egy közösségi tér is, a közösség szíve, lelke benne van. Ezt mi emberek adjuk össze, ami itt megjelenik. A kereskedők, a vásárlók, és mi az üzemeltői, és én, mint a vezetője, beletesszük szívünket, lelkünket, és ez jelenik meg itt. Szakály Kis Csilla megnyitó beszédében felidézett egy a piac megnyitójával kapcsolatos érdekességet, miszerint Bétóth László volt az, aki akkor tudósított az eseményről. Igen, igen, így van. Ezt most meg is beszéltük, ez tényleg így van. 50 éve, ez az 50 éve nem vagyok biztos, lehet, hogy csak 30. De visszatérve kicsit a vásárcsarnok születésnapi ünnepségére, bár sokan tudták, hogy miért áll színpad a csarnok melletti sétáló utcában, voltak olyanok is, akiket a zene és a fesztivál hangulat vonzott a helyszínre. Azért a csarnoknak az 50 éves évfordulójára szerintem érdemes ezt megünnepelni, adózva egy kicsit elődeinknek, akik ezt a telepet létrehozták, lakótelepet létrehozták, és köztük a vásárcsarnokot is. Úgyhogy mindig van valami apropója annak, hogy bulizhassunk. Én köszönöm mindenkinek a türelmét, aki azon a környéken lakik, ahol éppen a rendezvény van most jelen pillanatban itt a vásárcsarnoknál. Nagy türelem kell ahhoz, hogy egyébként valaki tényleg az ablakából élvezhesse, idézőjelben élvezhesse a bulit, és ez így lesz az újpalotai napokon is, ott is a türelmüket köszönjük az ott lakóknak, aki a Nemzedékek Parkja környékén lakik. Azért az újpalota napja is most már a 31. lesz, tehát én gondolom, hogy azért olyan buliaink vannak, szabadtéri programjaink vannak, amik bejáratottak és évek óta működnek. És ha már szóba kerültek a nagy rendezvények, kanyarodjunk újból vissza az újpalotai vásárcsarnok 50 éves születésnapi bulijára, azon belül is az egyik leginkább várt fellépőhöz, Bétóth Lászlóhoz, aki épp úgy nem tudná megmondani, hány fellépése volt már, mint azt, hány lemezből áll a gyűjteménye. Ahhoz azonban következetesen tartja magát, hogy ő van a közönségért, nem utóbbi ő érte. Én vagyok a közönségért, és nem a közönség értem. Ez egy alapvető kérdés. Nekem kell szórakoztatni, és nem nekem kell magamnak jól érezni saját magam zenéjén magamat. Szóval én azt mondom, nekem kell szórakoztatni, ez a dolgom. Nekem van két nagy táskám, az tele van CD-kkel, és azokból húzok mindig ki egyet, amikor úgy érzem, hogy annak jönnie kell. Csak kihúzom és lejátszom, ennyi az egész. Tudom, hogy mi a sláger, mi az, amit ők szeretnek, mi az, amit játszani kell feltétlenül, és mi az, amit én szeretnék játszani, csak azért, hogy kicsikét tovább menjünk egy bizonyos beszűkült retro világból. Mert én azt mondom, hogy a múlt és a jelen egy helyen, ez a Bétóth Diszkó 2024-ben. Mert ami most új és újdonság, 20 év múlva abból valószínűleg retro lesz. És nekem az a szerencsém sok évvel a hátam mögött, hogy meg tudom mondani a jelenlegi zenékből, mi az, ami nagyjából 20 év múlva fontos lesz azoknak, akik a retrót szeretik. A múlt és a jelen egy helyen, így fogalmazott Bétóth László, és bár ő ezzel a régi nagy slágerekből összeállított, ma is népszerű retro bulikra gondolt, utalhatott volna akár az újpalotai vásárcsarnokra is. Aztán, hogy a következő 50 év miként alakul, majd meglátjuk. Az azonban egészen biztos, hogy akkor még áll az újpalotai lakótelep, akkor a vásárcsarnok is meg lesz annak közepén. Idén is a díszteremben köszöntötték az év pedagógusait, valamint azokat, akik több évtizede adják át tudásukat a kerületi diákoknak. Szabó Ádám műsorával vette kezdetét a 15. kerületi önkormányzat pedagógus napi ünnepsége múlt pénteken. A jó hangulatú koncertet követően először azokat szólították, akik az óvodás korosztály mindennapjait teszik szebbé és könnyebbé. Az év óvodapedagógusai Balla Erika, Kárpáti Szilvia Ildikó és Kovács Gabriella lettek, míg az év óvodai munkát segítő alkalmazottai címet Bacsáné Tóth Éva, Bulcsú Balázs Bence és Burkus Zoltánné érdemelték ki az idén. Az év pedagógusa címet négyen vehették át, Pahocsa Lászlóné, Bognár Károlyné, Varga Árpád és Etei László is rutinosnak számítanak a pályán, mint 30-40 év tapasztalattal a hátuk mögött állnak napról napra a katedrára.
Az ő köszöntésüket követően díszoklevelek átadására került sor. Egy arany, egy gyémánt, két vas és két rubin diploma tulajdonosa tisztelte meg jelenlétével az egybegyűlteket. Az ünnepség a köznevelésért oklevelek átadásával és a nyugdíjba vonulók köszöntésével zárult. Három kerületi, nappali nyugdíjas ellátást biztosító telephelyen folyó programokba engedtek nem akármilyen betekintést azok, akik maguk is tagjai a kluboknak. Összművészeti találkozón mutatták meg, mennyivel színesebb az élet a falak között, mint azt sokan gondolnák. Tánc, versmondás, ének. Csupán három azon tevékenységek közül, amit a 15. kerületi idősek nappali ellátását biztosító intézmény kínál tagjainak, és csupán három abból a repertoárból, ami a Pestújhelyi Közösségi Ház nagy termébe csalt több mint 100 kíváncsi kortársat az Idősek Művészeti Fesztiváljára. Minden telephelyen különböző programokon vesznek részt az időseink, és most ezen a fesztiválon lehetőségük van megmutatni, hogy tulajdonképpen az adott telephelyen ők mit szoktak csinálni. Bemutatkozik a Klebersbergből a dalkör, a poharas táncuk, a Konyfa utcának a Vidám percek című szakmai programja, a különböző táncos foglalkozásaink, többek között az örömtánc, amit sok programon már megmutattunk, illetve társas tánc foglalkozásunk is van az Arany János utcában. Ők nagyon aktívak és nagyon szívesen vesznek részt ezeken a szakmai programokon. Azt gondolom, hogy minden csoportunk büszkén állhat ki, és most itt lehetősége van tulajdonképpen mindenkinek megismerni, hogy milyen munkát végeznek ott a klubokban. Vannak olyan időseink, akik a több különböző foglalkozásnak a programjában is részt vesznek, meg a bemutatásában. Összességében szerintem egy ilyen 60-70 fő fogja megmutatni, hogy milyen munkát végeznek. Az időseink nagyon szeretik a táncos foglalkozásokat, úgyhogy azt mondhatom, hogy az a legnagyobb létszámban résztvevő foglalkozás, és a gyógytorna, de ugye az itt most nem mutatkozik meg. A kerületi nappali ellátást biztosító intézmények ennél persze sokkal többféle programot és elfoglaltságot kínálnak. A művészeti fesztiválon látottak csak azok, amelyek önálló előadásként is színpadra állíthatók. Abban pedig semmi különös nincs, hogy az idősebb korosztály majd minden tagja szívesen kapcsolódik be ezekbe a programokba, hiszen az itt élők Budapest, de talán az egész ország legaktívabb nyugdíjasai közé tartoznak. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap. Az erről rendelkező törvény a békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján, 2010. június 4-én lépett hatályba, és preambuluma így szól. Mi, az országgyűlés tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az alaptörvényben rögzített felelősségünk jegyében a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy a cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésén és együttműködésén alapuló békés jövőjéhez, és egyúttal a 20. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez a következő törvényt alkotjuk. Az emléknapon dr. Matlák Gábor alpolgármester beszédét követően Tóth Imre alpolgármesterrel együtt helyezték el a megemlékezés koszorúit a Pestújhelyi téren álló emlékműnél. Június 9-én választ az ország. A legfontosabb tudnivalók 3 percben. Nyári diákmunka. A részletekben bújik meg az ördög. Új palota napja, programajánló a városrész születésnapja alkalmából.
telephely nélkül maradhat a testvériség SE. Vasárnap adjuk le voksainkat az Európai Parlamenti és az önkormányzati választáson. Bár a szavazók többsége nem először járul az urnák elé, összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, hogy mindenki felkészülten érkezhessen a szavazóhelységekbe. Június 9-én egyszerre kerül sor az Európai Parlamenti és a helyi önkormányzati választásra. Bár a legtöbbünk számára ez már a sokadik voksolás lesz, a legfontosabb tudnivalókat ennek ellenére érdemes lehet újból felidézni. A fővárosban, így a 15. kerületben szavazók 5 szavazólapot kapnak, aki előzetes jelzése alapján a nemzetiségi választásban is érintett, az pedig további 3-at egy zöld borítékban. Függetlenül attól, utóbbival vagy anélkül lépünk-e majd be a fülkébe, ajánlott még indulás előtt átolvasni a választási értesítőt, ugyanis az ősszel átrajzolt körzethatárok miatt előfordulhat, hogy valaki nem a korábban, akár több alkalommal is megszokott szavazókörben kell, hogy megjelenjen vasárnap. A szavazókörök reggel 6 és este 7 óra között várják a voksolókat, akiknek tollal nem kell készülniük, de személyigazolvánnyal vagy más személyazonosításra alkalmas irattal igen. Ez lehet érvényes jogosítvány vagy útlevél is akár. Fontos, hogy kelleni fog a lakcímkártya is. Ha valaki ezeket otthon felejtette, este 7-ig még bármikor visszatérhet a szavazóhelyiségbe. A reggel legelsőként szavazókra valamennyi szavazókörben vár némi 1-2 perces plusz feladat. Nekik ugyanis igazolniuk kell a szavazatszámláló bizottság jelenlétében, hogy azok az üres urnákat zárták le, valamint alá kell írniuk a szavazóköri jegyzőkönyvek 2 példányát is. Ha valaki bármilyen okból kifolyólag nem oda teszi az X-et, ahova szerette volna, kérheti a szavazólap cseréjét, magyarán lehetősége van újból voksolni, de csak egy alkalommal élhet a csere lehetőségével, és azzal is csak akkor, ha a rontott szavazólapot még nem dobta az urnába. A mozgó urna iránti kérelem a Nemzeti Választási Iroda honlapján elérhető, aláírt formanyomtatványon a szavazás napján déli 12 óráig nyújtható be, akár meghatalmazás nélkül is, például úgy, ha az ember megkéri mondjuk a szomszédját, hogy vigye magával a kérelmet a szavazókörben ülő szavazóbiztosoknak. Otthon történő szavazáskor a helyszínihez hasonlóan érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolványt fognak kérni a biztosok. Az életkorukból fakadóan legelőször szavazók pedig számíthatnak egy kis ajándékra, ahogy az már hagyomány Magyarországon. Idén egy bevásárlókocsikba való zsetont kapnak. Lesznek, akik plusz szavazólapokat is kapnak a többi mellé vasárnap egy zöld borítékban. A nemzetiségi önkormányzati jelöltekre szavazóknak plusz 3 éven kell x-elniük az eleve adott 5-ön felül. Nem lesz könnyű dolga annak, aki június 9-én a szavazó fülkébe lép, 5 választói ívvel is meg kell birkóznia. Azok pedig, akik a nemzetiségi listákon is x-elnek, további 3 szavazólappal kell, hogy elbírjanak. Aki a nemzetiségi választáson, illetve azt megelőzően regisztráltatta magát a nemzetiségi névjegyzékben, az jogosult részt venni a nemzetiségi választáson is, mert ugye azt tudjuk, hogy most lesz az önkormányzati, főpolgármesteri, illetve uniós választás, de emellett még nemzetiségi önkormányzatot is választunk. Arra csak az jogosult részt venni azon, aki ezt megelőzően regisztráltatta magát a nemzetiségi névjegyzékben. A 15. kerületben is gyarapodott ez a létszám, elég jelentősen mondhatni, és a területi nemzetiségi választási listán 3 szervezet szerezte meg a jogot, hogy jelölteket állítson a választásokra. Ezen szervezetek jelöltjei lesznek a szavazólapon, ez összesen 15 fő, és a 15 főből kell 5-öt kiválasztani, akik a következő ciklusban fogják képviselni a cigány nemzetiségi önkormányzatot. Összesen egyébként az említett 5 szavazólapon felül 3 plusz szavazólapot kapott a nemzetiségi választó. Az egyik a területi, ez a 15. kerületi cigány önkormányzatra vonatkozik, a másik a fővárosi cigány önkormányzati választás, illetve az országos cigány önkormányzat választásra szóló papírok. Ezek annyiban fognak különbözni a többi
választói papírtól, hogy zöld árnyalattal lesznek, és nagyon fontos, hogy zöld borítékot is fognak kapni ezekhez a választólapokhoz a polgárok, és lezárva, bedobva lesz érvényes a szavazat. Kizárólag lezárt borítékokat fognak megszámolni. Aki előre jelezte, hogy szavazni kíván a nemzetiségi jelöltekre is, az személyazonossága igazolásakor automatikusan megkapja az említett zöld borítékot. Nem kell tehát külön felhívnia a szavazóbiztosok figyelmét a szavazási igényre. A nemzetiségi névjegyzékben 585 kerületi állampolgár szerepel, ennyi zöld borítékkal és szavazólappal készülnek a 15. kerületi szavazókörök. Kézműves szakkörökön készült alkotások sorakoznak a falakon és a tárlókban a Kozák-téri közösségi házban, ahol az elmúlt fél év terméséből nyílt kiállítás, részben bemutató, részben kedvcsináló jelleggel. Tavaly ősz végén indított a szakkör címen kézműves foglalkozásokat a Kozák-téri közösségi ház. A kézműveskedéshez kedvet érzők a mézes kalács készítés, a gyertyaüntés, a makramé és a hímzés közül választhattak, majd január óta már a nemezelésben is kipróbálhatták magukat. Az elmúlt fél év alatt készült alkotásokból most kiállítás nyílt a közösségi házban. Minden szakkörből mindent kiállítottunk, amit az alkotók megcsináltak, hiszen az a célunk, hogy lehessen látni egyrészt egy ilyen fejlődést is, ugye, mert ők is valahol kezdték és valahová eljutottak, azért ez lehet látni a tárgyakon is, illetve hát nekik is van, akinek ez az első alkalom, vagy legtöbbjüknek az az első alkalom, hogy kiállításra kerül bármilyen alkotása is, először vett részt egy ilyen folyamatban, és akkor nekik is egy nagy öröm, meg büszkeség, hogy láthatják a tárgyaikat, illetve megnézhetik, ahogy mások nézik, vagy dicsérik esetleg. Ez a kiállítás, ez egy érzékenyítő programnak a csúcsa, hiszen nagyon sok embert megnyertünk az aszakkörök keretein belül ahhoz, hogy egy-egy szakágon belül megismeri az alapokat. És abban bízunk, ez a tapasztalatunk a tavaly előtt év után, hogy egy ilyen szakkör végeztével, a kiállítás után olyan kedvet kapnak ezek a fiatalabb és idősebb, hiszen ez nem is korhoz kötött ez a szakkör, tehát egész változatos korosztállyal találkozunk, olyan kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg a későbbiekben elmélyedjenek egy szakágban, hogy talán igazán elvégeznek egy képzést, vagy elmennek egy-egy mesterhez, és több időt, kitartóan több időt töltenek azzal, hogy egy mesterségbe igazán belekóstoljanak. Ez csak egy mézes madzag, úgy szoktuk hívni. Hogy ki mikor fordul a kézműves hobbik felé, az sok mindentől függ, de jellemzően akkor szokás ilyen jellegű elfoglaltsággal megismerkedni, amikor az ember nyakába szakad a szabadidő. Azt gondolom, hogy tipikusan a kismamás időszak egy olyan, amikor egy anyuka otthon van egy vagy több gyermekével, és esetleg felszabadul néhány órája, hiszen azért túl sok ideje nincs egy kismamának, szeretné értelmesen eltölteni az időt, és maga az alkotás az egy olyan kikapcsolódás, olyan léleképítő folyamat, ami igazán tökéletes erre az időszakra. Tipikus az is, hogy például egy frissen nyugdíjba ment emberke, akinek rengeteg energiája van, esetleg nincs még unokája, szeretné értelmesen eltölteni az időt úgy, hogy az örömet is okozzon, és még haszna is legyen. Tehát az is egy nagyon jellemző fellendülés ennek a kornak. Meg hát a fiatalok is, tehát ha idejük, kedvük van, vagy energiájuk van, ne adj Isten, egy jó pedagógus van a közelükben, egy jó közösségszervező, egy jó programszervező, akkor őket is be lehet vonzani ezekre a programokra. Hogy aztán a korábban említett mézes madzag beválik-e, azaz lesznek-e, akik komolyabban is foglalkozni kezdenek a szakkör keretein belül tanultakkal, majd elválik. Az azonban már a kiállítás látva is biztos, hogy minden már aktív tagnak érdemes elgondolkodnia a dolgon. A mentalista, aki mások gondolataiban olvas, most maga engedett bepillantást a fejébe, vagy még inkább az életébe. A Meséld el Amandának legközelebbi vendége Danny Blue, aki nem találta ki előre, mit fogunk kérdezni tőle. Danny Blue mentalistát kérdezte Amanda arról, ami a showbiznisz függönye mögött van. Nem is annyira kulisszatitkokat illetően, mint inkább azt, ki is Danny Blue valójában. Azért Amanda rendesen kifaggatott, úgyhogy neki elmondtam egy pár ilyen történetet, akár kulisszatitoknak is nevezhetném.
Nem olyan értelemben mondtam kulisszatitkokat, hanem inkább arról beszéltem, hogy egy adott dolognál milyen felkészülések, milyen veszélyek voltak, úgyhogy ebből a szempontból azért még a határaimat nem léptem át. Viszonylag nyitott embernek gondolom magam, és szívesen elmondom a saját dolgaimra. Persze aztán nem tudom, hogy nyilván, hogyha esetleg a vasárnapi ebédnél összezördül a család, azt nem szívesen teregeti ki az ember. Ezúttal ő volt az, akit kérdeztek, de ha lehetősége volna rá, ő maga is szívesen ülne a másik oldalon, azaz faggatna másokat. Én nagyon sok ember iránt érdeklődöm, és nem csak híres emberek, hanem egyszerű emberektől is megkérdezném, hogy hogyan tetszik az életük, mit csinálnak az életben, milyen céljuk van. Ezek nagyon érdekelnek, akár megmondom őszintén, egy szakácstól, vagy egy takarítónőtől, úgyhogy engem érdekelnek az emberek. Ahhoz, hogy valaki sikeres mentalista lehessen, nem csak figyelnie kell az embereket, de némi nemű pszichológia sem árt, ha van a tarsolyban. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a pszichológiában, amik vannak, azoknál néha lehet azt mondani, hogy jó, ez egyedi eset. Nekem viszont a színpadon minden kell, hogy működjön, úgyhogy nálam nem lehet egyedi eset. Egy kicsit talán pontosabbak vagyunk. Hiába mentalista, előfordul, hogy besül a só, és egész egyszerűen nem működik az a trükk, vagy hát ne legyünk ennyire ünneprontók, az a varázslat, amivel Danny Blue dolgozik. Az van, tehát, hogy nem vagyok 100%-os, alapvetően 90-95, és van, amikor egész egyszerűen nem jön be, nem úgy működnek a dolgok. És abból hogy jössz ki? Hát vagy egy poénnal, vagy egész egyszerűen bevallom, hogy most itt, ezen a ponton ez sikerült. Hogy ki valójában Danny Blue, amikor nincs a színpadon, azt önök is megtudhatják, ha megnézik Meséld el Amandának című sorozatunk legújabb epizódját. Nappali képzésben résztvevő diákok 15 éves kortól vállalhatnak munkát. A legtöbben ebben az életkorban nyárra, idén jelleggel élnek a lehetőséggel. A meglepetéseket elkerülendő, most összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a diákmunkáról, a munkavállaló szemszögéből. A fiatalok legális úton diákmunka keretében juthatnak jövedelemhez. A tizenévesek foglalkoztatása mindkét fél a munkavállaló és a munkaadó számára is előnyös. Előbbi pénzhez jut, amiből finanszírozhatja a nyaralást, a szórakozást vagy az iskolai tanulmányait, utóbbi pedig lelkes és terhelhető alkalmazotthoz jut, még ha sok esetben csak néhány hétre, hónapra is. A diákmunkának természetesen megvannak a maga jogi sajátosságai, amikkel nem árt tisztában lenni munkavállalóként és munkaadóként egyaránt. Először is, a diákmunkásokra ugyanazok a kategóriák és szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre, így az első és legfontosabb dolog, hogy legyen adóazonosító jelük, vagyis adókártyájuk. Ami a foglalkoztatás módját illeti, választhatják az egyszerűsített foglalkoztatás, mondjuk idény munka vagy alkalmi munka esetén, de munkába állhatnak munkaszerződéssel is, iskola szövetkezeten keresztül, és persze ott a megbízási szerződés lehetősége is. A munkavállaló diákot adófizetési kötelezettség terheli, de egészen a következő évi jövedelembevallási határidőig nincs ezzel tennivalója. A NAV automatikusan megküldi majd számára az adótervezetet, amit, ha az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, csupán el kell fogadni. Ezzel meg is történik a bevallás. Ha a diák idénymunkát vagy alkalmi munkát vállal, ahol nincs munkaszerződés, mert legalábbis nem kötelező szerződést írni, akkor elég, hogyha be van jelentve. A bejelentés ténye a NAV elektronikus felületén azonnal ellenőrizhető. A háztartási munka esetén igazából semmilyen teendője nincsen egy diáknak. Nem is kell sem esziát, semmi járulékot fizetnie, a teljes jövedelem az övé lesz lényegében. Itt csak a másik, a munkáltatói oldalon jelentkezik kötelezettség. A munkaszerződés már más tészta, ott sok mindenre figyelni kell. Az egyik, hogy 18 éves kor alatt mindenképpen szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása a szerződéshez, tehát lényegében szülői aláírásra van szükség. Figyelni kell ezen felül arra is, hogy mi van a szerződésben. Szerepelnie kell benne, hogy milyen munkakörben foglalkoztatják a diákot, mi a munkavégzés helye, mennyi időre szól a munkavégzés, mennyi a munkabér. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a diákokat nem lehet túlórára vagy éjszakai műszakba beosztani. Az iskola szövetkezeten keresztül történő munkavállalás a legtipikusabb foglalkoztatási forma. Itt lényegében nincs teendője a diáknak, mert az iskola szövetkezet mindent elintéz helyette is.
A diákmunkára vonatkozó feltételekről és lehetőségekről minden tudnivaló megtalálható a Nemzeti Adó és Vámhivatal weboldalán. Érdemes a munkavállalás előtt átolvasni, vagy szükség esetén akár telefonon, akár e-mailben további segítséget kérni, mielőtt kellemetlen meglepetés érne valakit. És ami legalább ennyire fontos, ha valaki diákmunkásként vagy munkát vállaló gyerek szülőjeként visszaélést vagy bármilyen más a munkával kapcsolatos problémát tapasztal, szintén az adóhatósággal veheti fel a kapcsolatot. Nem kell meghívó, elég csak betoppanni Újpalota szülinapi bulijára. Szombaton ünnepli 55. születésnapját a városrész, de ezúttal nem várja az ajándékokat, hanem ad, méghozzá reggeltől estig tartó fesztivált. Idén 55 éve, hogy lerakták Újpalota alapkövét. A városrész születésnapját ünnepli egy reggeltől estig tartó, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló fesztivállal. A helyszín, ahogy tavaly, úgy ezúttal is a Nemzedékek Parkja, a Kikötő Ifjúsági Központ, a Salkaházi Sára plébánia, a Nyírpalota út és a Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola által határolt park lesz. Az Alma Együttessel kezdődő és Geszti Péterrel záró rendezvény persze nem csak színpadi produkciókban, de azokkal párhuzamosan folyó kisebb, nem kevésbé színes programokban gazdagnak ígérkezik. A gyerekeket a csillámtetoválástól a körhintán át az óriási játékparkig a nap minden órájában várják valamivel, de a felnőttek sem panaszkodhatnak majd. Illetve de azoknak az orvosoknak, akik délután 2 és este 6 között ingyenes és beutalómentes látásvizsgálattal, vércukor és vérnyomásméréssel várják őket. A karzonkoma vagy a szuperár kórus fellépésére pedig érdemes időben érkezni, mert ahogyan tavaly, úgy szinte biztosan idén is gyorsan megtelik majd a színpad előtti küzdőtér, hogy aztán Geszti Péter koncertjével tetőfokára hághasson a hangulat. És akkor még egyszer, hát ha jobb programot kínálunk holnapra, mint mások. Újpalota napja 10 órától este 10-ig a Nemzedékek Parkjában. Új játékosok, tiszta lap, nulláról épít csapatot a Pösöc. U17-es és 19-es, illetve felnőtt korosztályú csapataiba várja a labdarúgókat a 2024-25-ös bajnokságra. Már az őszi idényben szeretne vadonatúj csapattal gyepre lépni a Pestújhelyi SC, ismertebb nevén a Pösöc, ehhez viszont még keresi a futballistákat. Az U19-es utánpótlás labdarúgó csapatunkat azt szeretnénk újraépíteni, és a felnőtt csapatot. Ez azért van, mert elégedetlenek voltunk az elmúlt évi teljesítménnyel, és azt szeretnénk, hogyha kicsit eredményesebben és jobban szerepelhetnének. Elsősorban az ifi csapatnál, illetve hát a felnőtteknél is, de főleg az ifi csapathoz várunk jelentkezőket U19-es korosztályban. A felnőtt csapatnál nem csak fiatalokat várunk, ott esetleg kiöregedett játékosokat, akik szeretnének már levezetni, szeretnének még egy kicsit mozogni, azok jelentkezését is számítunk. Nyáron is lesz folyamatosan edzés, július 15-től lesz ez a folyamatos edzés, felkészülés egészen szeptemberig. Ezt az ifjúsági csapatoknál, a fiataloknál ezt úgy oldjuk meg, hogy sporttáborokat is szervezünk. Közel az őszi idény, és még a csapat sem állt össze, ambíció mégis van a klub vezetésben. A 24-es évnek olyan remények, olyan célkitűzéseink vannak, hogy szeretnénk azért ott lenni az első háromba, mindenképpen a felnőtt csapat, az ifjúsági csapatot legalább egy középszintre felhozni, aztán meglátjuk. Aki szívesen játszana már ősztől és futballtapasztalata is van, azt szívesen látják a Pösöcben. Elérhetőségekért és további információért a klub honlapját érdemes felkeresni. Nagy bajban a Testvériség SE Egyesülete. Lehet ugyanis, hogy önhibájukon kívül a következő évben pálya és telephely nélkül maradnak.
Szerdán már beszámoltunk róla, hogy a Tesi U15-ös csapata a feljutásért játszott a Csenger csapata ellen idegenben, közvetlenül hírösszefoglalónk előtt. Sajnos a 4-0-ás győzelem ellenére a gólarány a házigazdának kedvezett, így a következő szezont ismét a harmadosztályban kezdheti meg a 15 év alattiak csapata. Buslakodásra azonban nincsen ok, hiszen ezzel a teljesítménnyel joggal remélhetjük, hogy jövőre is az élmezőnyben végeznek, sőt, akár a másodosztályba is feljuthatnak. A nyár kezdete a táborozási időszak kezdetét is jelenti, és a testvériségese is várja a futballozni szerető fiatalokat nyári táboraiba. Több éve minden nyáron megrendezzük a napközis táborunkat, ami edzőtáborral, illetve napközis táborral van vegyítve. Ez idén július 1-től indul, 8 héten keresztül, hétről hétre várjuk a fiatalokat a táborba. Mindenféle program az edzések mellett, moziba mennek, Tarzan parkba mennek, tűzoltóságot meglátogatják, különféle bemutatókat szoktunk szervezni. Tehát igyekszünk hasznosan kitölteni a napot a gyerekek részére. Bárki eljöhet a táborba, nem feltétel az, hogy a Tesibe focizzon, bárhonnan jöhetnek, és szívesen látunk más sportág képviselőit is. Itt azért tudnak gyakorolni alapvetően a labdarúgást, de nincs kikötve az, hogy labdarúgók jöjjenek, és az, hogy le legyenek igazolva hozzánk. Idén tehát 8 héten átvárják a fiatalokat, de az már közel sem biztos, hogy jövőre lehetőségünk lesz ugyanilyen tervekről beszélgetni. A testvériségese jelenlegi telephelye ugyanis könnyen lehet, hogy hamarosan új funkciót kap, amennyiben megtörténik a kilátásba helyezett tulajdonosváltás a terület kapcsán. Gyűlnek a viharfelhők a sporttelep megszüntetése felett. Igazából hosszú éveken keresztül nem sok minden történt itt a sporttelep fejlesztésével kapcsolatosan. Mi a magunk erejéből fejlesztettük, üzemeltettük és fenntartottuk a sporttelepet. Egész jól néz ki, hogyha itt megnézzük, itt mögöttünk milyen állapotok vannak. Viszont nem garantálható az, hogy jövőre is meg tudjuk rendezni már ezt a tábort, mert az ingatlan tulajdonosai nem tudnak igazából megegyezni egymással. Egy nagyon érdekes egyesség kezd kialakulni, hát ki kell mondani, a MÁV és egy ingatlan befektető cég között, ők a tulajdonosok, és ennek az érdekes egyességnek a végeredménye feltehetően a labdarúgásnak a megszüntetése lesz a vége, ahol megszüntetik a sporttelepet. Egy dolog biztos, állami beavatkozás nélkül a klubnak jelen állás szerint nincs jövője, így az elnökség csak abban bízhat, hogy az állam mentővet dob számukra, és megoldást nyújt a folytatáshoz. Amennyivel kevesebb csapadék, annyival több napsütés vár ránk a következő napokban, meg persze 30 fok körüli nappali csúcsok. A holnap és a vasárnap is szépen indul, de alkalmanként feltorlódnak a felhők, helyenként rövidebb ideig tartó záporokra is készülni kell. Ezzel együtt a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Hétfőn és kedden egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra és jégesőre is. Az ország nagy részén szeles lesz az idő, ezzel együtt hétfőn 24 és 33, kedden 21 és 27 fok között alakulhatnak a maximumok. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva ismét várjuk Önöket a hét legfontosabb híreivel. Viszontlátásra!